Sikeresen teljesítette a tömeges koronavírus szűrésre tett vállalását Nagy-Britannia. Április utolsó napján 122 000 embert teszteltek le. Matt Hancock egészségügyi miniszter szerint a tömeges szűrés kulcsfontosságú feltétele annak, hogy feloldhassák a korlátozó intézkedéseket, és az ország ismét talpra állhasson. Az országban április végéig el kellett érnünk a napi 100 000 tesztelést. Tudtam, hogy ez merész vállalás, de merész célt kellett kitűznünk, és most bejelenthetem, hogy elértük a célt, mondta a brit egészségügyi miniszter. A spanyol fővárosban egészségügyi dolgozók, szakorvosok, nővérek és ápolók ünnepelték tapssal, hogy bezárják a koronavírus járvány miatt Madridban felépített ideglenes kórházat. Az IFEMA elnevezésű intézményben mintegy 4 000 embert kezeltek a fertőzés miatt kialakult betegséggel. Az egész világból érkeztek szakemberek, akik mind csodálták azt a munkát, amit itt az ideglenes kórházban végeztünk, mondta az IFEMA ideglenes kórház igazgatója. Olaszországban egyetlen nap alatt 269 ember vesztette életét a koronavírus fertőzés miatt kialakult betegségben. Ezzel tovább csökkent a vírus napi áldozatainak a száma, előző nap 285-en haltak meg. A február végén kezdődött járványban eddig összesen 28 236-an vesztették életüket Olaszországban. Franciaországban 218 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben egy nap alatt. Ezzel megközelítette a 24 600-at az áldozatok száma. Francia kutatók közzétettek egy tanulmányt, ami szerint az országban a vírus egy helyi törzse okozta a járvány tömeges fertőzését. Ez a törzs különbözik a kínai vagy az olasz törzstől.